Mintegy 14.400 tő virágot osztottak szét a város intézményei, valamint a külterületek és a lakótelepeken élők számára május 8-án és 9-én. A virágok között meg annyi színpompás muskátlé és vinka, valamint jegecske és begónia is volt. Pont idefele jövet azon gondolkodtam, hogy hány éve, de szerintem 5-6 éve biztos, vagy lehet, hogy még régebben elkezdtük ezt. Hát én azt gondolom, hogy a virágoztás nem kell magyarázni, tehát ez az a történet, hát az, hogy szép legyen a város, a kertek, az utcák, az intézmények, a közterületek, külterületek, tehát szerintem egyértelmű. 14.400 darab egynyári növényt osztunk most szét, megvan a pontos elosztása, hogy mely intézmények, mely külterületek, Vid, Pród, Boda, mely lakótelep, ahol a közös képviselőkkel végig tudtuk egyeztetni, hogy osztjuk meg. Ugye most arra is vigyázni kell, hogy osztjuk meg, milyen tömeg, meg hogy, meg mint. Szóval ez a vírus azért csak beletett minden területen, vagy oda tette magát, és kicsit óvatosabbnak, vagy még körültekintőbbnek kell lenni, mint korábban, de én azt gondolom, hogy azért az továbbra is mehet, meg menjen is a városban. Ráadásul start közfoglalkoztatási programon keresztül megy ez az egész, tehát azért nem olyan borzasztó sok pénzbe kerül. Ha ezt a piacról, vagyis a reál gazdaságból kellene megvenni, 14.400 darab tő virág, azért azt úgy össze tudjuk adni, hogy hány sok 10 millió vagy bármennyi nagy összeg lenne. Ez azért egy jóval kedvezményesebb áron került ide hozzánk, és én nagyon bízom benne, hogy a város, ha nem is minden területen, mert mi is például a költség takarékosság egyik részét ott kezdtük el, hogy a hivatalon az idén mostani meglátásunk szerint nem lesz nek a kína muskátlik milliós nagyságrendű megtakarítás. Amennyiben kialakul a helyzet, csak ugye az a helyzet, hogy a virágot azt most kell nagyjából kihelyezni, hiába alakul úgy az életünk mondjuk szeptemberben, hogy már most egy kicsit fellélegeztünk, akkor már nem lehet kirakni, már majdnem be kell szedni. Ami a lényeg, hogy igyekeztünk azért még a lehetőség határain belül azt megtenni, hogy egy város azért ne legyen csúnyább, vagy kevésbé zöld, vagy kevésbé virágos, mint az előző években. Sűrés István alpolgármester hozzátette, az intézmények mellett a virágokból jut a külterületekre és a lakótelepekre is. Hát, ahogy említette polgármester úr, 14.400 darab virágot osztunk széjjel a mai, illetve a holnapi napon. Ez nagyjából harmad-harmad arányban történik. Egy harmadát kapja a közterület, tehát például parkok, már több helyen ki is került ültetésre a virág, így például a vasútnál, a Király téren, vagy éppen a Román Sékelyben már ki is ültették, és még továbbiakban is fognak ültetni. Körülbelül egy harmadát kapják a intézmények, ennek a mennyiségnek körülbelül 1500 tő kerül ki a külterületek, tehát Pród, Vid, Boda, illetve a lakótelepek, ahol sikerült megoldani szervezett formában a kiosztás, hogy ne veszélyeztessük a vírusfertőzéssel egymást, ott körülbelül 3000 tő kerül kiosztásra.